2000-től működik a Zrínyi Ilona gimnáziumban az Arany János tehetséggondozó program, amit az intézmény egykori igazgatója Pintér Miklós vezetett be a középiskolában. A módszer ma már 23 intézménypárban működik Magyarországon. Ennek lényege, hogy plusz egy évet biztosít a gimnáziumi képzés előtt a tehetséges, de hátrányos helyzetben élő fiataloknak. Ezen az évfolyamon kiemelt óraszámban folyik a nyelv és az informatika oktatás, és a gyerekek nagyon sok hátrányt le tudnak dolgozni abból, amit a kis településről vagy a szociokulturális környezetből hoznak. Az Arany János blokk keretein belül a személyiségfejlesztésre és a tanulásmódszertanra fektetnek nagy hangsúlyt. A tehetséggondozó program célja, hogy a hátrányos helyzetű rászoruló gyermekeknek, én úgy fogalmaznám legrövidebben, hogy a középosztálybeli lehetőségeket biztosítsa és saját értelmiséget képezzen a régiónak. Az Arany János tehetséggondozó program eddig közel 500 tanulónak biztosított lehetőséget ahhoz, hogy hátrányát az iskola segítségével leküzdje. Nyíregyháza méltán büszke a köznevelési intézmény hálózatára, beleértve ebbe az óvodákat, az általános iskolákat és a középiskolákat és a gimnáziumokat is. Kiemelkedően fontos az, hogy ezekben a gimnáziumban, ezekben a köznevelési intézményekben külön figyelmet is fordítsunk a hátrányosabb helyzetű diákoknak, tanulóknak az oktatására, akik itt tudják a kollégiumi életük folyamán, illetve az iskolai mindennapjaikban megszerezni azokat a életre való, hasznos tudnivalókat, amiket esetleg egy hátrányosabb családban nem tudnának, és egy előnyösebb életközösségből, családból érkező diáktársukkal szemben csak és kizárólag itt tudnak megszerezni. Az Arany János tehetséggondozó program a pedagógusokra plusz feladatokat ró, nyertesei a diákokon kívül az őket nevelő szülők is. Az Arany János tehetséggondozó program is ugye több lábon áll, részben ebből a programból táplálkozott a közoktatás, most már köznevelés, de 15 évvel ezelőtt még közoktatás volt, táplálkoztak az intézmények, és kénytelenek voltak megújulni, hogy ez a programot meg tudják valósítani. Nagyon sokat adott ez a program a diákoknak, hisz kis településekről érkező, hátrányos helyzetű térségből érkező tehetséges gyerekeket a felsőoktatásba juttatta, és természetesen, akiről ritkán szoktunk beszélni, de a tehetséggondozás most nagy jelentőséget, a szülők. A szülők kaptak vissza egy kinyílt gyereket, egy nyelvvizsgával rendelkezőt, és tulajdonképpen megvalósíthatták az álmaikat. A Zrínyi Ilona gimnáziumban működő program eredményeit és tapasztalatait konferencia keretein belül osztották meg egymással a szakemberek, amelyről egy évkönyv is megjelent.